Ebben a házban született Galamb József, a Ford Motor Company tervezője, a T-modell egyik megálmodója. A mérnök 1881. február 3-án 133 éve született, ez alkalomból emléktáblát helyeztek el a házon tegnap. Ez a 8. emlékhely Makón. Nagyon régi tartozása, adóssága ez a városnak, hogy Galamb József szülőházát jelöljük meg, és ott avassunk egy táblát, hiszen a többi makói emlékhelyein, a két iskolánál, ahol járt, azután a Galamb József szakképzőiskolába, a Galamb József lerakatnál, sőt már a főtéren is egy szobor képébe van emlékhelye, emléke Galamb Józsefnek. Ezzel, hogy itt a szülőházán ma a születésnapján felavatjuk ezt az emléktáblát, tulajdonképpen minden ilyen irányú kötelezettségünknek eleget teszünk, mi makóiak. Hívtunk szakembereket, kollégákat is, vannak is itt szép számol, de ami igazán nagyon kedves, az az, hogy itt van Galamb Erzsébet is, a családnak az a tagja, akit ismerünk, és aki nagyon nagy figyelemmel kíséri mindig a Galamb József eseményeket, és hát időskora ellenére meg is jelenik mindig ezeken a rendezvényeket, úgyhogy ez nagyon nagy elismerés és öröm számunkra. A szülőháznál két autócsodát is meg lehetett tekinteni. Az egyik egy Ford Mustang, a másik pedig egy T-modell, amelynek tervezésében részt vett Galamb József. Ez már tavaly is ott volt a Galamb József születésnapján, pontosan egy évvel ezelőtt a Bartók iskola előtt is ott volt, de azelőtt is a múzeumnál is, amikor ott van rendezvény, és akkor is ott volt már T-modell, amikor még nem volt a városnak saját ilyen autója. Szerencsére ma már kettő van. Az egyik a városé, ami a múzeumban van, a másik, amit most látunk, ez a Veterán Autó és Motor klubunké. Ők voltak szívesek és elhozták ma ezt a járművet, hiszen így teljes a kép, ha látja is a közönség, hogy miről van szó, de örömmel mondhatom azt is, hogy egy Ford Mustangot is láthat itt a közönség, egy gyönyörűen felújított Ford Mustangot, a Szabó Zoli féle felújítás nyomán. Ennek az a kapcsolata a Galamb József munkásságával, hogy noha a Ford Mustang az már egy későbbi építésű kocsi, de az a V8-as motor, ami benne van, az még akkor keletkezett, amikor Galamb József is része volt ennek a munkának. A táblaavatás és a koszorúzás után emlékülés volt a koronaszállóban. Itt bemutatták a Galamb családot, Galamb József munkájának jelentőségét, és szó volt a T-modellről is. Az ülés teljes felvételét február 11-én, kedden 18-15-től láthatják képernyőnkön.